Országszerte komoly feladat a roma integráció. A társadalomba való beilleszkedés, valamint a társadalom elfogadó képességének növelése érdekében már számos programot indított a kormány. Ezek célja a rászorultak élethelyzetének javításán túl az integráció fejlesztése és felgyorsítása. Ez országos szinten mintegy 21,8 milliárd forintból valósul meg az a része, amely arra hivatott, hogy a szociális dolgozói részt, a szociális dolgozói tudást mögé rakjuk, tehát magyarul legyen minden településen, aki ebben érintett, egy olyan ember, aki segít az ott dolgozónak egészségügyi, szociális helyzetben, foglalkoztatási helyzetben kitörni abból az élethelyzetben, ami ő van. 2016-tól kezdődött meg a tervezése, 2018-ban kezdődött a megvalósítása, és 2020-ig fognak tartani ezek a programok. Porcsalma lakosságának több mint 30%-a roma. Az iskolába járó gyerekek 67%-a, az óvodásoknak pedig a 77%-a halmozottan hátrányos helyzetűnek számít. A KSH adatai alapján a Szabolcsi térségben itt a leggyengébbek a mutatószámok, ezért is fontos a település integrációjának fejlesztése. Ez egy óriási lehetőség, ezen pályázat keretében 5 szociális szakember fog foglalkozni a Lehel közben élőkkel. Egyéni fejlesztési tervet fognak készíteni 123 fő esetében. Munkaerőpiaci szolgáltatást fogunk nyújtani, és egyéb rendezvények, közösségi rendezvények lesznek. Ezeket a sport- és egészségnapokat nem csak a romáknak szervezik majd, hanem a teljes lakosságnak. A pályázathoz kötelezően hozzátartozik a második rész, egy FOP-os, szintén 200 millió forintos pályázat is. Egy szolgáltatóház kerül felépítésre a szegregátumban, illetve 5 vagy 6 szociális bérlakást is fogunk építeni, amelyben a pályázat 3 éve során kiválasztásra kerülő családok fognak beköltözni. Ezzel is fogjuk javítani a lakhatási körülményeket. Porcsalmán jelenleg 10 új Széchenyi terves program fut, amelyeknek célja a kultúra népszerűsítése, az agrárvidék felvirágoztatása és a helyi közösségek erősítése. Ez összesen 780 millió forintos támogatás, amelyből 2x200 millió forint jut a roma integrációs program a periféria elhagyásáért Porcsalma településen című projektre. Az országban több helyen folyik már ilyen, sajnos arra is van például választókedve, például Ópályból ezt elkezdték, és a lakosság aláírás gyűjtése, illetve ellenmozdulata válsághoz született, a polgármesternek le kellett mondani, és időközi választást kellett generálni. Erre mondtam az előbb, hogy nagyon éles az a mesdje, nagyon kicsi az a mesdje, szinte a kés élén kell táncolni, hogy a többségi társadalom befogadása és a kisebbségi társadalom beilleszkedésének normáit megtaláljuk. Ezért kell az a szoft elem, amikor közösséget építünk, és minél többször találkozunk, minél jobban megismerjük a másikat, annál nagyobb toleranciával tudunk nyitni és viseltetni a másik iránt. A porcsalmai projekt keretein belül gyár- és üzemlátogatásokat is szerveznek, hogy megmutassák a közfoglalkoztatottaknak és a munkanélkülieknek, milyen lehetőségeik vannak jól fizető munkával a jobb életkörülmények megteremtésére.